A Jurassic World franchise lezáró darabja, a Jurassic World világuralom, még 2022. június 9-én került a hazai mozikba, és hát bár nem mutatták volna be ezt a darabot, és jó, hogy csak most néztem meg. A sok negatív kritika miatt bármennyire is szerettem én az összes Jurassic World és az összes Jurassic Park filmet, hát elmaradt, nem is volt rá idő, nem néztem meg, úgyhogy most megnéztem, és hát... Mert mindjárt halljátok a véleményem, mielőtt szemléltetem a nagy történetet. A történet négy évvel a Nublár sziget elpusztulása után veszi fel a vonalat, és a legfontosabb, hogy a dinoszauruszok az emberek mellett élnek szerte a világon, ebből pedig adódik a kérdés, hogy az őslények és az emberek hogy tudnak egymáshoz majd alkalmazkodni. Na és akkor vágjunk bele itt a dolgokba, hiába ez a nagy finálé, hiába a hosszú játékidő, és hiába a sok visszatérő szereplő, a világuralom lett a franchise-nak a legrosszabb filmje, bár az első Jurassic World filmet rendező Colin Trevorrow újra rendezőszékbe ült, de ez sem segít a filmen. A film szinte mindenhol elvérzik, pontosan egy elemet sem lehetne kiemelni, ami miatt rossz, mert annyi szarság van benne, hogy, hogy ez már tényleg hihetetlen. Kezdjük először a történettel, hogy rengeteg logikai bukfenc van, és rettentően unalmas. Konkrétan egy óráig baz meg semmi sem történik, igaz, utána se látunk semmi érdekeset, maximum egy-két jó jelenet van, a másik meg a sáskák. Kérdezem én, ki a faszomnak kellenek a sáskák, ha egy kibaszott Dinos filmet nézünk? A sáskák egyébként szinte nagyobb szerepet kaptak, mint a dinoszauruszok, persze egyébként meg lehet magyarázni, hogy ez egy tök érdekes szál, és egyébként az is lett volna, de egy Dinos franchise lezáró darabját nem sáskákkal kéne telerakni, vagy akkor csináljunk egy olyan spin-offot itt a Jurassic Park vagy a Jurassic World néven, hogy a különböző őslényekre fókuszálunk, amik nem dínok, hanem mit tudom én, rovarok, bogarak, madarak, a bánat tudja még, de nehogy már egy ilyen filmed sáskákkal kórjunk tele, hát komolyan, a másik meg egyébként, hogy a mai környezetben nem lennének képesek megélni ezek a sáskák, nem hogy ekkorára nőni, a dínok még el tudnának itt élni, de a sáskák nem a film képi világa az egyetlen erőssége ennek az alkotásnak, mert az tényleg az, az, hibátlanul néz ki. Mindegy, hogy ez egzotikus, vagy havastájon vagyunk éppen, nagyon jól át tudják adni az adott helyérzését. A másik pozitívum a félelemkeltés, mert bizony itt is lehet félni, de közelébe sem ér a bukott birodalom félelem faktorához, és csak azért lehet minimálisan borzongani, mert a film közben majdnem elalszunk, és csak nézünk előre, hogy ez mégis mi a bánat, mi a fasz nézünk itt a moziba. Amire jönne egy ijesztő pillanat, addigra már elment a kedvünk ezt néz, és sajnos nem tudnak kárpótolni az ijesztő dinoszauruszok sem. Dinókból ezúttal sem volt hiány, sőt olyanokat is bemutattak nekünk, akiket eddig még nem láthattunk a franchise-ban. Ilyen volt például a Giganotosaurus, a Piroraptor és a Dimetrodon. Nagyon jól vannak ábrázolva az őslények, és legalább ők valóban ijesztőek is. Megkapjuk a szokásos Dino-harcot, ahol a T-Rex nagy szerepet játszik, ahogy mindig, és persze, hogy ő nyer, mondhatni a T-Rex a Jurassic Park filmek jó fiúja. A film végén a Giganotosaurus-szal küzd meg, és hiába látványos, egy kicsit túlzásnak érzem az, hogy a világ volt legnagyobb szárazföldi ragadozója, ne bírjon el egy T-rex-el, továbbá még kicsit kicsinek is tűnt a tirekhez képest az ábrázolása, szóval ez érdekes volt. A filmben összeérnek a régi és az új szálak, és mindenki részese lesz egy nagy találkozásnak, ami bizony összeköti a generációkat, és ez egy remek ötlet, és nagyon jó volt újra látni együtt az eredeti hármast, és továbbra is remekül állnak a szerepek szem Nilnek, Jeff Goldblumnak és Laura Dönnek, azonban hiába a nosztalgia, ez sem segít sokat a film színvonalán, és a Jurassic World-ben bemutatott új karakterekkel sem tud jól bánni a világuralom. Az ebben a filmben bemutatott új karakterek pedig rettentően vannak kidolgozva, és egyáltalán nem működnek, ami köszönhető a mai politikai a korrekt megfelelésnek. Tipikus erőltetett karakterek, akik semmit nem tudnak hozzátenni a filmhez, sőt, meg el is rontják azt, belekúrják a képetbe, hogy ő, én, én leszbikus vagyok, és ilyen hasonló dumák, úgyhogy ő én ezeket nem tudom hová tenni, sőt azt se tudtam hová tenni, hogy a kis az anyja saját magát termékenyítette meg, szóval itt olyan dolgokat dobálóznak, hogy az tényleg és akkor nézzük meg, hogy most merre tovább. Lehet-e itt még dinófilm, vagy valami, ugye a világuralommal most lezárult egy korszak, de szinte biztos, hogy akár a közeljövőben még hozzá hozzá fognak nyúlni a franchisehoz, ami egy erőltetett döntés lenne, de a készítők is tudják, hogy mennyi pénz van egy ilyen döntésben, mert a gyerekeknek és a nosztalgiára vágyó felnőtteknek mindig kellenek a mozivásznas dinók, és ha egy érdekes koncepcióval folytatnák ezt az egészet, akkor sokakat érdekelhet, de ha megint egy újabb park lenne a téma, akkor teljesen felejtős lenne az egész. Talán egy antológia sorozat lenne a legjobb döntés, amely bemutatja az egybeolvat világot a dínók és az emberek szemszögéből, hiszen már végleg együtt kell élniük az őslényeknek és nekünk embereknek. Ebben is rengeteg potenciál volt, mert erre épült egyébként a filmnek a nagy része, de hát tele baszták sáskákkal, úgyhogy erről kurvára nem tudtunk meg semmit pedig az előzetes és a promóanyagok is nagyon ígéretesek voltak, de hát a végeredmény az katasztrofális lett. Összességében a Jurassic World világuralom a leghosszabb és egyben a legrosszabb film lett a franchise-ban, tel és tele hibákkal, a potenciál megvolt benne, de hiába a sok a nosztalgia és Colin Trevorov a végeredmény egy felejthető kacsvasz. És nagyon örülök neki, hogy nem annó néztem meg a filmet, és tényleg ez nem volt egy olyan film, hogy hiába vártam, egyébként én nagyon vártam ezt a filmet, de elmaradta a megnézése, és egyébként nem bánom, hogy csak most került sorra. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenképp írjátok le, hogy nektek hogy tetszett tavaly, vagy ha most néztétek meg, akkor hogy tetszett nektek most a Jurassic World világuralom. Ne felejtsétek el megtenni a szokásos dolgokat, legközelebb találkozunk, szevasztok!